Ferenc pápa nevében Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius köszöntötte Veres Andrást a Győri Egyházmegye élén, és köszönte meg szolgálatát Pápai Lajos nyugalmazott püspöknek, aki 1991-től vezette az egyházmegyét. Megköszönjük ennek a meghívást, a pappá és püspöki szentelés kegyelmét és hálát adok mindenért. Kinevezésem a rendszerváltás kezdete után történt, új lehetőségek jelentek meg az egyház számára, és ezeket igyekeztünk jól felhasználni. Megköszönöm a püspök atyáknak mindig készséges segítségét, paptestvérek áldozatos munkáját, az egyházmegyei hivatal, szeminárium, iskolák, kollégiumok is sorolhatnám tovább dolgozóinak együttműködését, kedves évek támogatását és szeretetét. Amit elértünk, az mindnyájunk közös munkája volt, eredménye volt. Megköszönöm a város, a megye, a kormányzat támogatását, a jó együttműködést az emberek szolgálatával. A Szentatya Veres Andrást a szombathelyi püspöki székből helyezte át a Győri Egyházmegye élére. A főpásztor a beiktatási ceremónián hangsúlyozta, hogy mindenkinek megvan a saját felelőssége Isten előtt, de ez a felelősség az egyházban közös. Most arra kaptam megbízást, hogy ezt a közös felelősséget a Győri Egyházmegyében egyrehangoljam, koordináljam. Mindenki felé teljes bizalommal fordulok, és mindenkire feltétel nélkül számítok. Segítsetek, hogy munkánk ne legyen hiába való, hanem előinket és egyéni képességeinket egyesítve eredményesen építsük az egyházat, és szolgáljunk a ránk bízott közösségét. Veres András a Szent István által 1001-ben alapított Győri Egyházmegye 78. püspöke.